Sziasztok! Végre megint szép képeket tudok nektek mutatni. Egy födém vasszerelését mutatom meg, ahol tulajdonképpen a födém vasszerelése nagyobb részben már el is készült. Az alsó vasháló, gerendák és koszorú környéki vasak elkészültek, és most jönnek az épület gépészek, akik a mennyezet hűtés fűtésnek a csöveit rögzítik. Ez egy olyan technológia, ahol az elkészült vasszerelésre rögzítik rá ezt a szívószálnál alig vastagabb, elég vastag falú tömör műanyag csövet, ami kifejezetten mennyezet hűtés fűtéshez készült. Az egyenlő hosszúságúra kihozott köröknek a végeit majd meg fogjátok látni, hogy egy pontra kivezetik, és ott lesznek külön-külön ezek a körök megtáplálva. Itt már egy légtechnikai áttörés látszik, ugyanis annyi minden belekerült ebbe a födénbe, és na itt van a cső kivezetés, ahol majd meg lesz táplálva a mennyezet hűtés, fűtés. Szóval annyi minden belekerült ebbe a födénbe, hogy a légtechnikát már nem szerelik bele, csak az itt látható ponton például az áttörést megoldják. Hát azt észrevételeztem például, hogy itt ezek a megtápláló csővezetékek nagyon közel vannak, és közte alig van betonhús, és azt kértem, hogy ezt húzzák egy kicsit távolabb, úgyhogy nem volt haszontalan, hogy építés közben is megnéztem a födémet. Amit nagyon jól csináltak, hogy jó sűrűn alárakták ezeket a távtartó léceket, és így nem taposódik le menet közben az alsó vasháló, biztosan meg lesz a betontakarás, és egy megfelelő betonkeverékkel ez nagyon szépen kibetonozható lesz majd. Ez gyakori probléma, hogy túl ritkán vannak a bakok, és akkor aztán letaposódik. Na itt látható egy villanyszerelő doboz, félig leszerelve, szegekkel van lerögzítve, ez a fűtési cső, ami tekeredik egy dobról, és a következő képen, na megtalálom végre, itt látható egy villanyszerelő doboz a felső kupakjával és aztán tulajdonképpen ezzel zárul is az első rétegnek a szerelése, a következő az lesz, amikor majd a felsőt is megmutatom. Sziasztok, Reznyák Péter, kivitelező építész voltam, örülök, hogy tudtam nektek szépet is mutatni. Hát körbe így kell kinéznie egy födém vasalásnak, illetve fűtés fűtésszerelésnek, ebbe aztán kiválóan lehet majd hőszivattyúval, alacsony hőmérsékletű vízzel mennyezetet fűteni, vagy pedig nyáron hűsíteni az épületet. Úgyhogy ez már a legmodernebb követelményeknek is megfelel. Nyilván ebbe egyszer többet kell belefektetni, de utána aztán hosszú távon kényelmes és gazdaságos lesz, mert ez jól fogja tartani az épületben a klímát. Építkezzetek jól! Sziasztok és Isten áld a tisztes ipart!